Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék egy újabb érdekes Skype-os videóval. Mint tudjátok, az előző alkalommal Kis Miklós hoztam nektek, rengetegen néztétek meg, több mint 200 000 ember nézte meg azt a videót, illetve majdnem elérte a videó 20 000 lájkot, ami azt jelenti, hogy eléri, hogy ahogy ígértem, elmegyek Kis Miklósért, és csinálunk egy közös videót, ez lehet vlog videó, edzős videó, kajás videó, majd megbeszéljük. Na most kérem szépen, hogyha új vagy ezen a csatornán, akkor ne felejts el feliratkozni. Ide kattintva, léci, na. Nyomd meg azt a gombot. Köszönöm szépen. És akkor a mostani alkalommal a Bözsi nénis sráccal jövök, ahogy beszéltük, Szaniszlóval. Aki nem tudja, hogy ki az a Szaniszló, még miről beszélek, az nézze meg ezt a videót. Kapcsolj ki a kamerát! Hozzatok már kiskövet. Ez is tényleg folyjelen. Fogd meg ezt. Nehogy megfogd. Fogd meg te. Nem. De most már nem fogod meg. Bekicsőnök majd a... Bezsini! Jaci! Jó napot! Ő a Bözsi néni srác. Ezt a videót több mint 4 millió ember nézte meg, ami azért elég sok, úgyhogy ma mondhatni, hogy országos szinten ismerik a srácotban is, hogyha nem is ismerik, legalább hallottak már róla, vagy látták ezt a videót. Na most, a mai alkalommal ővel lesz az interjú, úgyhogy nem is pofázni tovább, vágjunk is bele. Akkoriban, 5 évvel ezelőtt, mit csináltál? Gondolom iskolába jártál, de hány éves voltál pontosan? Mit csináltál nap, mint nap? Hát 13-14 voltam kb. Most nem emlékszek már. Igen. Iskolába jártam, kijártam szórakozni barátaimmal, és ennyi. Nagyon. Volt így valami célod akkoriban? Így esetleg bármi szerettél volna valami lenni így? Valami volt? Példa? Akkoriban nagyon hallgattam a Tupeket. Akkor én nagy rapper sztár, akkor akartam lenni nagy sztár. Ugye sztár lettem, és akkor én el akartam kezdeni rappelni, mint mondjuk Tupac vagy valaki, de hát abban maradt. Igen, azt amúgy láttam is, hogy ugye volt neked ez a Bözsi nénis videó, ugye ezt igazából mára már 4 millió ember nézte meg, és ugye azt akartam kérdezni, ugye utána elkezdted ezt a rapperést csinálni. Mi hagytad abban? Mert azt látom, hogy a legutóbbi videód az 2 éves, tehát 2 évvel ezelőtt még töltöttél fel videót, egy ilyen rap videót. Miért hagytál? Hát én voltam az Anikó Show-ban Burai Krisztiánnal, nagyon jó barátunk, nagyon rég ismerjük, már 1000 éve ismerjük a Krisztiánt. És ugye nem beszéltünk, mert mondta nekem, hogy jó, csak egy kicsit tanuljak. Szóval, voltál az Anikó Show-ban? Igen. Milyen volt? Visszahívtak utána? Nem hívtak vissza, mert ez én csak egy ilyen, itt tudom én, filmforgatás, vagy ezt hogy mondják, egy show-t felforgatott ennyi. Azóta engem az RTL egyszer megkeresett, de én nem is válaszoltam vissza, mert nemrég láttam a válaszát, akivel beszélgettem. Igen. De az tavaly volt, ilyen tavaly nyáron, de nem is láttam, hogy írt. Azóta a TV2 nagyon megkeresett, ugye a Sztárban, de mondtam neki, hogy elmegyek, de hát inkább elmentem dolgozni, mert bejött egy munka, és akkor úgy. Értem, abszolút. Jó, és figyelj csak, és amúgy miért nem váltad ezeket a tévés felépéseket? Mert láttam azt, hogy ugyebár volt ez a videó, nagyon felkapták ugye, a TV2 is kiment hozzád, interjút csinált veled, meg ilyesmi. Akkoriban mi volt a helyzet ezzel? Tehát ez a videó felkerült, ez az egész hogy nézett ki? Tehát a haverod felvette a videót. Tudtam, hogy felteszem Facebookra, egy kicsit vicces, kicsit hagyd rövid marad. Kurva jó, esküszöm, a Bözsinél is videó, az kurva jó, az hallod, bárkinek mondom, mindenki tudja, hogy miről van szó, mindenki
emlékszik rá is, és ez szerintem ez olyan dolog, amit nyilván azóta az emberek nem felejtettek el, de nem tudják, hogy mi a helyzet veled, de utána nem láttak téged se szerepelni nagyon, se sehol. Jó, persze volt az Anikó show, de azért az sem most volt, gondolom, ugye? Persze. Utána volt, szerintem tudod, hogy van a Minden Álmok, a Dick TV. Régen volt ez a Homa sorozat. Igen, igen. Voltam ott is, de az nem tudom, hogy ki ment-e, vagy nem. Utána abba hagytam azt is. Aha. Tehát igazából volt ez a videó, ez a Bözsén és Pirót felkerült, és akkor utána a TV megkeresett téged mindenféle ajánlattal, kimentek hozzá, interjút forgatni. Hát, mert nekem volt egy menedzserem is. Aha. De ezekkel mi lett végül? Elmentek, eltűntek, mint Petőfi a ködbe. Hát értem, én értem, csak hogy... De nem lehet, hogy azért, mert ezeket a tévés fellépéseket nem vállaltad végül? Tehát nyilvánvalóan megkerestek... Nehéz vállaltam egy tévés fellépést a Starban Star. Uh-huh. Ez tavaly nyáron volt, uh-huh. Ilyen június közötti elején, és bejött egy munkám. Mondom, aha. Én nem megyek, de vártak. Mondom neki, nem tudok elmenni, mert nem kell dolgozni, azt jó van. Ennyi volt, azt utána elkezdtem dolgozni, nem hívtak. Utána megint hívtak. Utána nem is írtam vissza, leírtam, nem érdekel. Aha. És figyelj csak, ez amúgy ilyen belföldi munka volt, vagy ez mi, amit most csinálsz? Ez az, amit most csinálsz? Hát én már sok mindent csinálom. Nem, az egy más, az is más. Én nagyon sok munkát dolgozok, én nem szégyellem a munkát, abból élünk. Persze, nyilván voltam, mindenki ebből él. Mindenki pénzből él, érted? Most meg építőiparban vagyok. Értem. Egyébként. Jó, szuper. Figyelj csak, az lenne mi a kérdés ezzel a videóval meg témával kapcsolatban, hogy ugye volt ez a Bözsi néni. Róla tudsz még valamit, amúgy ott laksz mi a környéken? Ugyanak ott lakik, ugyanott, még mindig él. Dolgoztam ott mellette, van egy kisbolt. Aha. Látod. Én dolgoztam ott, és soha nem jött be a boltba, amikor én dolgoztam. De miért? Nem nagyon szeret engem, meg nem vagyunk jóban, meg volt már azt hiszem, volt olyan is, hogy feljelentett a rendőrségen. Komolyan? Be lett kamerázva a háza, mert nagyon sokan mentek oda tényleg. Ja, értem, igen. Hát akkor ez neki frusztráló lehetett. Ez idő, ez a frusztráló lehetett. Mindig él is virú. Él is virú. Hát az a jó amúgy, nyilván az a jó. Fél. Igen, de az nem volt semmi, amikor kimész tyúkkal, és figyelj már, tehát ez úgy nézett ki, hogy ő ilyen törzsvendég volt nálatok? Tehát mindig vett ilyen tyúkot tőletek? Nem. Volt úgy, ő nem volt soha, én nem is ismertem életemben egyszer láttam azt. Igen. Ja, értem, akkor ez úgy nézett ki, hogy édesanyám mondjuk szólt neked, hogy figyelj már, fiam, ennek a nének kell vinni kettő tyúkot. Ennek a története nagyon hosszú. Igen? Mellettünk van egy szomszédunk, úgy hívják, hogy Erzsi néni. Igen. Ezek alattunk nagyon sok kakasunk volt. Ezek nem tyúkok, kakasok. Aha, igen. Voltak igen. Mind. 1000 forintért adtam neki darabját, kellett egy. És ugye a Bözsi néni az a barátnője, vagy nem tudom. Kie is átment, és mondta, hogy jaj, de jó, kezdve nézi. Kell neki átjött, és akkor mondtam neki, hogy 1000 forint, és mondta, hogy kettő kell neki holnap. Igen, én igen. Délre legyen. Nagyon és jó. Akkor nem vittem el neki, mert én nagyon sokat, akkor időben bicikliztem, tényleg nagyon sokat igen. Jártam. És akkor meglátott az utcába, hogy mit is mondott, nem akarok neked hazudni, hogy egy fiú vagy valami ilyesmit mondott, hogy hol vannak a csirkék, már menni kérte. Hát nyugodjon már megyek. És akkor hazamentem és elhoztam. Nagyon jó, ez is írom. És figyelj már, ezt a felvételt ki csinálta rólad? Haverod vagy testvér, de ki volt ez? Egy jó barátom. Aha. Ott lakik mellette két házba a Bözsitől. Nagyon komoly. Kész, ez kész volt. És figyelj csak, igazából utána akkor oké, fel lettél kapva, csináltak veled klippeket, felvételeket, interjúkat, képeket. Volt ennek bármilyen negatívuma? Amelyik oké, hogy volt pozitívum, gondolom képek meg ilyenek, de volt bármi, mondjuk bántottak, vagy bántalmaztak, vagy bármilyen negatív hatása ennek? Én őszinte leszek feled, Ádám. Nekem az egyik fülememben, a másikon én nem sértődök, meg nem egy sértődős ember vagyok, nem úgy neveltek engem, hogy megsértődjek. Igen. Most lehet, hogy interneten keménykednek, de élőben meg akkor meg
Érted, amit mondok. Én utálok általában, amikor élőben találkoznak vele, semmit nem szólnak. Nem mernek szólni semmit. Főleg neked. Belislájkolnak, kamu profillal kommentelgetnek, hogy szar vagy, aztán élőben meg nem mer hozzá se szólni, rá se nézni. Ez általában így szokott kinézni, úgyhogy ez akkor igazából ennyivel ennyi. Tehát gondolom akkor semmilyen nem volt nálad, ugye? Tehát semmilyen... Én nem foglalkoztam ezzel. Én ahogy néha megnéztem a YouTube-on a Bözsi nénének a kommenteit, de valamelyiket lájkoltam, valamelyiket nem. Aha. Ez most ugyanolyan, mint a... Van nekem egy TikTokom. Aha. Nagyon sok, nem sokan, egy pár ezeren követnek. Ott is vannak ilyen negatív kommentek. Na, aki oda most nézi a videót, az be tud téged követni, mi a TikTokon a neved? Mi a felhasználó? Panikló Milán. Jó, ezt majd mindjárt majd be fogom ide linkelni, jó? És akkor majd, aki gondolja, be is tud téged követni TikTokon. Akkor igen, akkor igazából TikTokon követnek, jó, és akkor az emberek felismertek amúgy téged az utcán. Képeket csináltak vele, hogy nézett ki ez az időszak nálad? Igen, nagyon sokat csináltak velem képeket, meg ilyesmiket. Mostanság nem nagyon. Ugye el vagyok én is tűnve, dolgozok éjjel-nappal. Azért vannak azok, akik megismernek engem. De már nehezebb rád ismerni, azt tegyük hozzá. Tehát nyilván azért 5 éves, a 13 éves voltál. Megismernek, csak nem mernek megszólítani. Ja, vágom. Hát igen. Mert ugye nem tudják, hogy én vagyok eredetiben. Hát igen. Igen, nyilvánvalóan már nehezebben ismernek rád. Igen. Iskolában sztár voltál amúgy? Akkoriban? Tessék! Iskolában sztár lettél? Az iskolában? Ahova jártál suliban? Nagyon sokan. Kijöttem az órára, egyből ott álltak az ajtónál. Mindenki amúgy csoda volt, hogy néztek, de hát én megszoktam ezt is. Persze. A tanárok mit szóltak? Hát... Nem tudom. Elfogadtál? Én nem voltam egy jó gyerek az iskolában, soha az életben. Nem baj az legalább. Nem unatkoztál legalább, meg a többiek nem unatkoztak körülötted. Elszórakoztattál a népet. Én mindig volt nekem volt egy magyar tanárom, nagyon szerettem. Soha nem tanultam nála, de mindig átmentem. Nem tudom, hogy, de átmentem. Lehet azért, mert mindig felemeltem, ölelkedtem. Persze, de ez ilyen, azért ők se akarnak megbújtatni senkit szerintem nyilván. Át akarják a diákokat tolni, hogy menjenek a picsába, aztán jön a következő banda, érted? Igen. Ja. Na jó van, és figyelj csak, megnéztem pár ilyen repzenédet, egész jók amúgy. Azt mondom, neked van hozzá tehetséged. Nem akar ezt folytatni amúgy? Mert nézd, nem sok mindenkinek mondom, de szerintem nem voltak rosszak a zenék. Ha tovább csinálnád, szerintem lehetne ebből valami komolyabb is. Lehetne, csak... És neked hogy mondjam? A sok idő kell, meg sok pénz. A jó munkához idő kell. Annyi van, hogy azért meg tudjuk csinálni, de időm nincs, soha nincs. Most is ezt a videót meg tudjuk csinálni, utána meg dolgozom. Persze, értem. Jó, hát figyelj, szerintem az emberek amúgy sokan fogják ezt a videót nézni, mert szerintem nagyon sok ember érdekel, hogy mi van most veled, mit csinálsz, mit tevékenykezd, akkor már felnőtt srác vagy, dolgozol, akkor nyilvánvalóan. Mi az élet célod amúgy? Valami célod? Mit szeretnél? Nem, hát nekem volt nemrég egy kapcsolatom, akkor volt életcélom, de most már nincs. Értem. Nagyon. Most így élek a világomban, most gyűjtögetek, veszek valamit egy autót, stb. Értem. Akkor egy külön célod nincsen vele, csak hogy szeretnél minél többet felrakni, szeretnél jobb kocsit venni, jobb házat venni, és akkor igazából ennyi. Belföldön szeretnél maradni amúgy? Itt képzeld az életedet belföldön? Nem. Na ezt még nem tudom. Nekem itt is jó, mindenhol jó, csak legyen jó. De amúgy ennyi. Hogyha boldog vagy, akkor az a lényeg, nem? Ennyi. Legyen pénz, többi nem szeretnék. Kész, ennyi. Igen. Voltál már amúgy külföldön valahol? Volt itt valahol? Szlovákiában voltam, és fellépést elintéztünk ott. Na, zsír. Ezt kéne csinálod amúgy, fellépni. Több fellépést szervezni. Érted? Ismerjenek az emberek téged. Egyre jobban, egyre több ember ismerne meg. Egyre több ember kérdelődik a zenédet. Volt olyan, hogy Ukrajnából, meg Romániából is megismertek. Na azért mondom neked, hogyha ezt tovább csinálnád. Nézd, munka mellett ez szerintem kivitelezhető. Oké, hogy dolgozol. Hány órát dolgozol egy nap? 8, 10, 12? Mennyit csinálsz? 5 napot dolgozok.
10 órába, reggel 7-től délután 5-ig. Az kemény, az kemény. Csak azért mondom, hogy munka után, vagy egy másik nap, amikor nem dolgozol, esetleg csináld meg ezeket a fellépéseket, nem is minden héten, de havonta egy. Figyelj, ez megoldható, ezt te is tudod, ez megoldható, csak időt kell rá szánni. Persze, minden megoldható, mindenhez idő. Ezt ne add fel szerintem, Szani, ezt ne add fel, mert ebben jó vagy. Te oda magad is figyeld meg egy pár év alatt, már ezt fogod csinálni full time. Ne cigizd, ne csinálj! Diéta lesz, ne cigizd! Diétázni kell! Én nagyon sokat fogytam, én 130 kiló voltam, amikor én elkezdtem az étterembe dolgozni, most 110-115 vagyok. Aha. Jó, étterembe is dolgozol? Tessék, étterembe nagyon régó. Értem. Erre a témára mindjárt visszatérünk. Most visszatérve erre a zenére, ez ugyanolyan, mint akkor Mr. Mish. Mert Mr. Mish is azért építkezésen dolgozott még mindenen. Azért ezt a szintet, hogy el kellett érnie. Lehet, én ennyire nem ismerem őt, de ha te mondod, akkor biztos így van. De mindegy, nagyon inspiráló történet látok. Ők is így kezdték, meg a Mish is így kezdte, és nézd meg, hogy pár év alatt, hogy felépített ezt az egészet. Most már több mint 500 000 követője van, YouTube-on, meg nem is tudom hány százezer követő Instagramon, ezt fel lehet építeni, te is fel tudod építeni szerintem. Videót megosztjuk, megosztom a csatornát linkjét, és szerintem folytasd a rappelést, mert értesz hozzá, meg van hozzá a tehetséged, jó? Úgyhogy igazság szerint én ezt tudom neked tanácsolni, illetve, ami azt illeti, van ez a diéta, ezt akartam neked mondani, felajánlom neked is, ha gondolt, éhetsz a lehetőséggel. Nem tudom, mennyire akarsz most fogyni, vagy diétázni, de hogyha szeretnéd, akkor neked tudok benne segíteni. Uh-huh. Hát őszinte lehetek veled most, én nem akarlak megbántani. Tisza nem szíved. Akarsz fogyni? Én szeretnék, én nekem a 100 kiló, nekem annyi, nekem 15, nem tudom hány kiló, hogy most 15-20 kilót le kell adni. Az is 100 kiló maradja, szerintem egy ember 100 kiló felett. Igen. Most egy 60 kilóval nem foglalkozok. Én úgy ismertelek meg téged, gondolod, hogy kitől kiről? Nem. Én nagyon röhögök ezeken a videón. Rácz Géznán ismertelek meg. Jó. És szerintem most nagyon fel fog engem szurkálni, vagy nem tudom mit csinálni a nép, de én azt a gyereket nem szeretem, és ez a nagyon undorító dolog volt, amit csinált veled. Abszolút. Nézd, szerintem az emberek többsége... Hiák, egyszer volt itt urán, elengedtem itt a zebrán. Nem tudom, hogy mit tesznek azon a csávó. Lehet, hogy híresebb, meg sztárabb, meg azért tényleg tele van az a csávó. A Géza? Nem, a Norbi. Ja, a Norbi? Igen. Valami a Gézáról valami valahol blikbe, hogy rátámadt a családjára, mert nem kapott enni. Igen. Na látom, erről még te is hallottál. Erről beszélünk. Én ezt ismerem, én nem szeretem ezt a csávót. Én sem ismerem itt személyesen, én is csak online ismertem meg. De ezt a cikket pont olvastam én is, hogy meg akart enni a családját, mert ilyes volt. Olyan hallod, olyan sötét a Géza, mint a belső zsebem. ez jó. Na figyelj, szerintem ide a legtöbb ember egyetért velünk amúgy, velem is, meg veled is volt ezzel kapcsolatban, mert hidd el, sajnos ez van, hogy amit csinált, nyilván nem volt szép dolog, ezt már kifejtettem és másik videóban. Jó. Tehát akkor nem akarsz fogyni, kész pont. Hát 20 kilót azért lefogyok, de nem akarok 50 kiló lenni. Nem kell. Csak azért mondom, hogy ha a segítségem szeretnéd, akkor szívesen segítek neked. Ha szeretnéd ebben a segítségem kérni, szívesen én felajánlom neked ingyen és bérmentve a segítségem, hogyha szeretnéd elfogadni. Nem muszáj, ez csak egy opció, hogyha szeretnéd. Jó? Oké. Ezt még megbeszéljük. Átbeszéljük még, jó. Oksi, figyelj csak, szerintem zárásképpen akkor nem tudom, hogy el tudnád mondani a Bözsi néni itt a tyúk még egyszer hangosan? Nagyon sok a szomszéd alszom. Csapassad már, léci, legyen ez a zárás. Bözsi néni, itt a tyúk, meg a kakas. Nem mordítunk. Tanultam fiatal, hogy fiatal még lehetett, de most már 18 vagy itt elvisznek a rendőrök. Elvisznek. Jó, oké, és hát figyelj, örültem, egy élmény volt ez a beszélgetés. Én szerintem jó is lesz. Azért kihívhatsz egy nugget szevésre. Ja, amúgy most éppen embert keresek, amúgy 200 megnuggetszel, nem viccelek, tehát most embert keresek, fel kéne vennünk december környékén. Hát én felvenném, de
itt hová való sivat? Pesttől 60 km. Pesttől 60 km. Jó, figyelj, átbeszéljük még, de amúgy mindenképpen kéne a McNuggetsre egy-két ember, úgyhogy ja, az mehetne, azt csapathatnánk. Azt csapathatnánk. És ne cigit! Jó? Na. Nem tudok leszokni. Ennyi. Na figyelj csak, köszönjük a nézőktől, jó? Sziasztok, kövessétek, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel, illetve nézzék meg a te zenéidet, és kezdje újra zenélni, jó? Oké. Okay. Oké, és? Na örültem. Peace. Ma mi dumálunk? Béke veletek. Béke veletek. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem ez a videó érdekes volt, informatív és szórakoztató. Nagyon szórakoztató volt ezzel a sráccal beszélgetni. Szanival nagyon-nagyon bírom, jó fej srác, és tényleg azt gondolom, hogy a rappeléshez hát ért, úgyhogy csapathatná tovább ezt a rap dolgot, mert van hozzá tehetsége, van tehetsége a srácnak, úgyhogy ja. És küldjön ezt a számot, mert Sani a nevem, és oda teszem a nevemet, úgyhogy ennyi. Itt vagyok, és Sani a repem, és akkor ennyi. Na de lényeg a lényeg, hogyha ez a videó eléri a 15.000 lájkot, akkor bele is csinálok egy közös videót. Úgyhogy csapassátok a lájkokat, mert a megosztás és a feliratkozás is. És ha gondoljátok, írjátok le, hogy ki legyen a következő ilyen, akit meginterjúvolok. Nem tudom, hogy van-e még ilyen, aki esetleg ilyen felkapott volt egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy igen, akkor írjátok le a komment szekcióba, és igyekszek őt is hozni nektek a következő hét folyamán. Köszönöm szépen a figyelmet, aki szeretne segítséget kérni fogyásban, szálkásításban, tömegnövelésben, izomépítésben, azt tudja, mit kell tenni, látogasson el weboldalomra, ami az aramtaripofizik.hu, vagy küldjön egy e-mailt az aramtari96@gmail.com-ra, és átbeszéljük a célokat, mi a célod, mit szeretnél elérni, és segítek neked megvalósítani azt. Aki nem tette meg, iratkozzon fel még több hasonlóan informatív és szórakoztató videóért. Tari Ádám voltam. Peace!